Most vált, hogy a középre, Knezevic nem tudott fejelni, Balog pedig eltöri a lövését, így jó az Molnár Gábornak, 1-1. Egyenlít a Puskás Akadémia, itt most azért hibázott a haladás. És szerencséje volt a vendégeknek, hiszen pont úgy pattant meg Balog rossz lövése, hogy az jó lett Molnár Gábornak. Hát még az első félidőben összejön az egyenlítés a Puskás Akadémiának. És akkor kezdődhet minden előről. Itt van Balog, borzasztóan találja el, de úgy jó Molnárnak, és ő nem volt lesen. Legalábbis elsőre úgy tűnt.